Gárdonyi Géza, Isten veled, gólyamadár. Valami különös szomorúság borzong át a lelkemen. Nem csak a lelkemen. Minden fán, minden fűszálon, az egész tájon. Még a felhőkön is. Ez a szomorúság az ősznek a megérkezése. Kertemben már az őszi rózsák fehér és lila virágai melengetik az arcukat a napsugaraiban. A gesztenyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olyanok, mint az öreg emberek. Egyik, mint a sárga öreg ember, a másik, mint a piros öreg ember. A két gólyánk is elment. Szent István király napján láttam őket utoljára a mezőn. Nem haláztak, csak álltak, áldogáltak, elgondolkozva a fűben. Ott álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. Azok még nem gondoltak akkor ezer utazásra. Furcsa két madárfaj, a gólya meg a fecske, hogy tavasszal mindig idejön a másik világ részből, ősszel meg mindig visszatér a másik világ részbe. De ott nem házasodnak, nem raknak fészket, és nem költenek, csak itt mi nálunk. Melyik hát az igazi hazájuk? Még furcsább, hogy ez a két gólya, meg az a pár száz fecske az egész országból csak a mi falunkat szereti. A messze Afrikából ide térnek mindig vissza. Ide ám, a mi szegény nádas házaink közé, a mi szegény mezőnkre. Mi van a falunkon olyan szeretnivaló, hogy érdemes érte átrepülni ez egész nagy tengert, meg egy egész nagy országot? Ahogy ott láttam a mozdulatlanul merengő két gólyát, a vörösre aszott mezőn, 20 éves balla gyerek jutott az eszembe. Azt is így láttam ma állani a kertbe. Az ásónyérre támaszkodva állt, és szomorúan nézett maga elé, mert ő is elköltözik innen. Szent Mihálykor elviszik. Maga se tudja hova. Kell a balla gyerek a császárnak. No, a mi két gólyánk nem kell a császárnak. De lám, hogy így egybevetem őket, arra gondolok, hogy a válás érzése nem azonos fájdalom-e bennük. Ahogy a két gólya ott áll egymás mellett, bizonyára így beszélgetnek. Öregem, mondja az asszonya, vízililiamnak fogytán a virága. Az ura bólint erre a fejével csöndesen. Ismét az asszony szól. Mikor indulunk? Mikor az utolsó lilium is eltűnik? A gyerekek eléggé erősek? Megbírják. Mind a kettő újra búsa emerengésbe mélyed. Milyen szomorú tud lenni a madár? Egész testével szomorú. A minap aztán sok gólyát láttam a magasban. Odafenn kanyarogtak a falu fölött, aztán egyszer csak egyenes az út a délnek. A fecskék csak tegnap mentek el. Úgy beszélték meg, hogy a templom tetejéről indulnak, mert ott gyűltek össze. Töménytelen nagy fekete madárraj volt, ott együtt. A falu csendjében nem hallatszott egyéb, csak az ő csivitelésük, csiripolásuk. Tanácskoztak, disputáltak. Vajon mi forgott a beszéd? Vezért választottak-e? Vagy az út irányát hánytek vetették meg? Rossz hírt kaptak Afrikából? Vagy valamelyik más falubeli fecskenépről szavaztak, hogy megvárják-e őket, vagy nélkülük menjenek? Ki tudná megmondani, ha nem a madár? Fölkerekedtek egy párszor, körül kanyarogtak fenn, mint a búcsúsok. Bizonyal a falura néztek alá a magasból, meg a vidékre, aztán elszálltak a messzeségbe. De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha a mi falunkat érzi otthonának? Ó, bizony könnyű azt kitalálni. Elközelgett az ősz. Az október hideg leheletétől dermedtel hullanak el a bogarak milliói.
A december szele kemény kérget fagyaszt a vizekre, s a téli ég felhői hóval borítják be a mezőket. Miből éljen akkor a szegény gólya, meg a szegény fecske? Éhen halna, meg itt az Isten adta valamennyi, ha már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fenn a szédítő magasságban a tenger fölött és a tenger felhői fölött. Talán éppen most kiáltja az egyik gólya fiú. Anyácskám, elfáradtam. Terjeszd ki a szárnyadat, feleli bizonnyal az anyja. S megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólyacsoport kiterjesztett szárnyal leng a levegőben.